Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az MZP őszintén eheti adásával jelentkezünk. Az elmúlt két hét rendkívül eseménydús volt, úgyhogy igyekszünk csak a legfontosabbakkal foglalkozni. Az első egy csodálatos hír, 28%-on áll a Mindenki Magyarország a néppárt. Sajnos egyenlőre csak Hódmezővásárhelyen, de így is elég meglepő, hogy Hódmezővásárhelyen, ahol az emberek 40%-ának nincs pártja. A maradék 60%-ból 47% a Fideszt támogatja, második helyen 28%-kal Mindenki Magyarország a néppárt áll, és csak ezt követi 8-7-4%-okkal a Mi Hazánk, a Kutyapárt, a Momentum és a DK. Az egész országban tapasztaljuk, hogy van egy kiábrándultság az ellenzéki pártokból általában. Én azonban büszke vagyok arra, hogy Hódmezővásárhelyen nem csak engem támogatnak nagyon sokan polgármesteri munkám miatt, hanem az általunk alapított pártot, a Mindenki Magyarország a néppártot is. Én nagyon szeretném, ha az egész országban olyan jól ismernék a munkánkat, az eredményeinket, a tisztességes kiállásunkat, azt a szeretett közösséget, amit mi alkottunk itt Vásárhelyen. Mert hogyha ilyen jól ismernének, és nem a propagandából, sok esetben nem csak kormánypárti, de néha ellenzéki propagandából, hazugságokból is tájékozódnának, akkor pontosan tudnák az emberek, hogy a nyugati kultúrát mi képviseljük hitelesen, és nem azok, akik orosz kémeket küldtek korábban az Európai Unió parlamentjébe, mint mondjuk Vona Gábor, vagy éppenséggel, akik orosz kémeket engedtek be a magyar hatóságok épületeibe, mint mondjuk Gyurcsány Ferenc annak idején. Tehát mi kitartóan a nyugati értékrend mellett vagyunk, és Hódmezővásárhelyen bebizonyítottuk, hogy ez működik, hogy a korrupció felszámolásával, tisztességes, hatékony, gazdasági szemléletű szakértői vezetéssel még a harmadik legszegényebb megyegú városban, még egy a kormány által leginkább szorongatott megyegú városban, akik egyedül nem kaptunk úszodatámogatást, rezsitámogatást, akadályozták az uniós pénzeinket, a modern városok programjainkat, tehát ennek ellenére is csodálatosan tudunk fejlődni. Rengeteg régi lázári adósságot visszafizettünk, és jó fizető város lettünk, az egyik leggondoskodóbb város lettünk, ingyenes tömegközlekedéssel, csodálatos zöld programmal, zöld megújulással, és nem is sorolom tovább. Tehát ezt az eredményt, amit itt elértünk, tükrözi az is, hogy a pártunkat itt helyben 28%-ra mérte a medián. Hát nem kell mondjam, de a Fidesz és az ellenzéki árulóink is kikérték a mediánt, megkeresték a mediánt, hogy kapják meg ezt az adatot, illetve az egész kutatás anyagát. Nem tudom, hogy hiszik vagy nem hiszik, de ez is olyan csodálatos. Ebben az országban talán egyedül Hódmezővásárhelyen fordult elő az, hogy az önkormányzat közpénzből csinál egy kutatást, és minden, amit én megkaptam ebből, a teljes prezentáció, az kim van a városunknak a honlapján, a hódmezővásárhely.hu oldal per közvélemény kutatás címen. Tehát önök is megtalálhatják ezt a közvélemény kutatást, és pontosan annyit tudhatnak róla, és annyi információjuk van róla, mint nekem. Úgyhogy igen, kérdezheti a Fidesz, kérdezheti Kis Andrea, Tatár Zoltán, Dombi Laci és most már Kovács Pali esetleg, tehát ezek az ellenzéki vagy ellenzéki árulók meg a Fidesz egyformán nem akarják elhinni azt, hogy mi nálunk minden nyilvános, és pontosan ugyanazt kapták, amit én is kaptam. Hát egy csodálatos március 15-i ünnepségünk és egy egész napos programunk volt Hódmezővásárhelyen pénteken. Egy csodálatos nagy beruházással, ugyanis Vásárhely omladozó, életveszélyes városháza, tornya, illetve városháza északi homlokzata megújult. Én nagyon büszke vagyok erre az eredményre, ezt saját forrásból értük el. Nagy élmény volt ez mindannyiunk számára, és nagyon boldogok vagyunk. Egyben méltóképpen megemlékeztünk március 15-éről, a márciusi ifjakról, és arról a kultúráról, a polgári forradalom eszméiről, a szabadságról, a szabad versenyről, a tisztességről, a becsületről, a demokráciáról, jogállamról, amit képviselt mindannyiunknak március 15-e. És ahogy elmondtam, mi Hódmezővásárhelyen győzelemre vittük ezt a polgári forradalmat, amit mi most csinálunk Vásárhelyen, a szabadság városa, az ezen elveknek a következetes képviselete, ami látszik, hogy mennyivel jobb a választópolgároknak, mennyivel több pénz fordítódik a választópolgárokra, és nem a politikusok gazdagodására. Nos, a városháza tornya mellett, hadd számoljak be röviden néhány aktuális hírről, csak az elmúlt két hétben. Hogyan alakult Vásárhely szabad fejlődése? Hát először is sokat kritizálta a Fidesz, hogy a Kossuth tér felújításának, a főtér felújításának, ahova Lázár János még egy betonmonstrumot tervezett, mi meg zöld területet. Szóval ennek a felújításnak a fővállalkozója valóban nem fizette az alvállalkozókat, valóban amiatt áll a munka, hogy nem vásárolták meg a szükséges anyagokat, amivel tudnak menni.
Ennek az egyik része, az Ótemplom körüli sétány, az már májusra kész kellene legyen, a többi az pedig júliusra kész kellene legyen, és valóban sajnálatos módon olyan szerződésünk van, hogy egyenlőre tehetetlenek vagyunk ezzel a vállalkozóval szemben, csak reménykedni tudunk benne, hogy megcsinálja, de őszintén szólva, ha nem, akkor az fog történni, mint tavaly. Tavaly egy vállalkozó, aki megnyert 6 utcának a felújítását Vásárhelyen, nem végezte el időben, ködbérrel sújtottuk 10 millió forintot, magyarul 10 millió forint, a kevesebbe került így a 6 utca Hódműző Vásárhelynek a ködbér miatt, fél évvel később készlet, de 10 millióval olcsóbban. Nos, kellemetlen tudom, de a város anyagi érdekeit akkor is képviseltük, és higgyék el nekem, most is képviselni fogjuk. A Kossuth téren van egy másik beruházásunk is, ez a bizonyos pavilon büfé, amely nagyon szépen halad, az Alföldi Galéria és a Városháza mellett, ha úgy tetszik, annak az árnyékában új alapokat építettünk, és egy új épületet építünk ott, amely egy büfé lesz, egy olyan kávézó, amely stílusában illeszkedik a főterünk hangulatához, múlt századfordulós hangulatához, tehát végre elkezdjük Hódműzővásárhely épített örökségét ebben a tekintetben is védeni, óvni és továbbfejleszteni. Utak és járdákra a közgyűlésünk az elmúlt 2 hétben volt ez is, megemelte az eredetileg is 200 milliós út felújítási részt 300 millióra, 8 utcát fogunk tudni ebből felújítani, a Vörösmarty utcát Újvároson teljes hosszában, hogy más nem mondjak, vagy befejezzük éppenséggel a Kistópart utca hiányzó, nem tudom, 50 méteres szakaszát, viszont az 500 méteres külterületi útfelújítás is benne van ebben, teljesen megújul 500 méteren a Rárosi út külső szakasza. Szóval a 300 milliós útfelújítás mellett egy 200 milliós összeggel járdát is felújítunk, ennek a felére már megállapodtunk a nyertes vállalkozóval, a másik fele egy mintegy 100 milliós keretösszeg most beszerzés alatt van. Összességében tehát útra és járdára 500 millió forintot fogunk fordítani ebben az évben, úgyhogy örüljenek a kertvárosiak, örüljenek a lakótelepi lakók, az Oldalkosár utca mindkét járdája benne van ebben a felújításban, nagyon látványosan fog Vásárhelyen az út és járda helyzet javulni. A játszóterek például éppen a héten újultak meg, 3 helyszínen is, a Hótóban a Németh László utcán egy 5 méter magas torony, 3,5 méteres csúszdával készült el, a Népkerti játszótér új zenélő játékokat kapott, és a Damjanics utca sokak által jogosan panaszoltan, némileg már elhanyagolt játszótere is 3 új játékot is kapott, úgyhogy itt is 17 millió forintból történtek megújítások. Ezzel most már 100 millió forint felett van az elmúlt 3 évben játszóterekre költött pénz. Mi annak idején egy 100 milliós programot ígértünk önöknek, ezt is teljesítettük. Nagyon örülök neki. A fecske lakásokra most már jelentkeztek sokan, a most felújított 8 lakást megtekinthették, pályázhattak rá a fiatal párok, 35 év alatti párok, nem kell nekik lakbért fizetni, a rezsit, a közös költséget persze kell fizetni, és maximum 5 év alatt több millió forintot meg tudnak spórolni, és félre tudnak tenni saját maguknak, ezt önrészként használva, kormányzati támogatással, hitellel el tudnak indulni egy önálló lakás vagy házvásárlás útján, addig is Hódműzővásárhely nekik ingyen biztosítja tehát a lakhatást, fejlődő szabadon Hódműzővásárhely. A héten átadtunk összesen 16,5 millió forintos támogatást a mi saját városunk alapítványán keresztül. Annak a 27 magyar honvédnek, annak a 27 Hódműzővásárhelyen szolgáló magyar honvédnek, akik Koszovóban megsérültek, Koszovóban, ahova a háborús konfliktusba Orbán Viktor küldte őket. Mi nem támogatjuk azt, hogy magyar katonákat folyamatosan háborús konfliktusba küldenek, de Koszovónál, vagy Boszniánál, de még akár Iraknál is, ahova Orbán Viktor szintén küldött magyar katonákat, meg Afganisztánnál, ott megvolt az a mentség, hogy akár az Európai Unió, akár a NATO, akár az ENSZ békefenntartó együttműködésében vesznek részt. Ami számomra különösen furcsa, hogy ez a nagy, magát Békebárdinak hazudó, de egyébként minden szankciót megszavazó, minden fegyverszállítást megszavazó, Magyarország területén fegyverszállítást engedélyező Orbán Viktor, miért küld katonákat Csádba, Afrika közepébe? Több száz magyar katonát, magyar fiatalt küldenek Csádba. A Telex éppen a héten írta meg, hogy micsoda véres konfliktusok alakultak ki. Ebbe a véres polgárháborúba küld Orbán Viktor magyar fiatal életeket. Hogy ez milyen üzlet és kinek az érdeke, azt még nem tudjuk, de föltűnő és gyanús, hogy Orbán Viktor rendszeresen Putyin érdekében szokta elárulni a magyar érdekeket, Putyin érdekében szokott hazaárulóként viselkedni. Úgyhogy gyanús, hogy ennek a hátterében is Putyin és az ő üzelmei vannak. Putyin ugyanis eddig is küldött csapatokat
Közép-Afrikába, csak eddig ezt a Wagner zsoldos hadseregén keresztül tette. Putyin már nem tud Wagner zsoldosokat küldeni Afrikába, hogy nem hirtelen megjelent Orbán Viktor és fia, mint megmentő őrangyalok, és most már ők bizniszelnek az afrikai diktátorokkal, és magyar fiatalok, magyar katonák mennek oda a Wagner zsoldosok helyett. Nos, ennyit a békepártiságról, meg a hazaárulásról. Orbán Viktor és a Fidesz esetében. Térjünk azonban rá arra pontra is, hogy azt a szégyenletes parlamenti döntést, amely magyar fiatalokat háborúba küld, Afrikába, mindenféle észszerű indok, épeszi indok nélkül. Hiszen természetes, hogyha véletlenül a migrációt akarnák megakadályozni, akkor küldjék őket Röszkére. Itt jönnek be a migránsok, és nem csádi, meg nem is afrikai migránsok, hanem Afganisztánból, Szíriából, tehát Ázsiából jönnek a migránsok Röszkére. Ezt a szégyenletes határozatot azonban két áruló ellenzéki párt is megszavazta, nevezetesen a Jobbik és az LMP. Véletlenül pont ugyanaz a kettő, amely szintén Fidesz érdekből Karácsony Gergely főpolgármesteri újrázását akadályozandó saját jelölteket indított Budapesten. Hát ha ennél nagyobb árulás kell még valakinek ahhoz, hogy belássa, amit Magyar Péter is mond, hogy az ellenzék egy jó része a Fidesszel együtt üzletel, együtt dolgoznak, hogy hátulról támadtak bennünket és akadályozták a kampányt már a kampány idején, 22-ben is, hát én nem tudom, hogy mi kell még ennél több bizonyíték. Most negyedik témaként mi sem kerülhetjük meg Magyar Péter szerepét, annál is inkább, mert az én nevemmel is összefüggésbe hozták őt. Való igaz, hogy egy közös ismerősünkön keresztül azt üzentem neki, hogy ha szeretne, akkor én nyitott vagyok egy beszélgetésre, sőt a Mindenki Magyarország, a Néppárt is akár nyitott egy együttműködésre Magyar Péterrel. Én nagyon fontosnak tartom ugyanis az ő szerepvállalását, és hát úgy látszik, hogy nem csak én tartom fontosnak, mert az Andrássy úton most egy akkora tömeget tudott oda szervezni, oda vonzani, és egyébként nagyon jól szervezetten, profin közvetítve, láthatóan sok pénzből és sok emberrel megszerveztek egy tüntetést, egy tömegdemonstrációt Budapesten március 15-én. Az ellenzék egy része az föltűnően hallgat, van, aki esetleg nyíltan kritizálja is Magyar Pétert. Nem lehet elvitatni, hogy Magyar Péter ennek a NER rendszernek az egyik benső tagja volt, a belső körnek a részese. Nos, hát ő egy nagyon jó példa arra, hogy igenis vannak kiábrándult fideszesek. Én hiszek az őszinte lelkesedésében, és azt is látom, hogy a Fidesz milyen erőkkel támadja. És a Fidesz támadása az lehet egy hitlerségi pecsét is. Az ő szerepvállalása, ez fenyegeti a kiábrándult fideszesekre épülő harmadik csoport, a harmadik harmadnak a szavazóit megszólító pártokat. Tehát, ha úgy tetszik, a Mindenki Magyarország a Néppárt, vagy Vonapártja, vagy az összes hasonló, ezek veszítenek választókat biztos, mert a kutyapárt is, ne tessék gondolni, hogy a kutyapárti szavazók jelentős része, ha Magyar Péter egyedül, akkor nem oda fog szavazni éppen. De még akár a Momentumra, vagy még a Mi Hazánkra is könnyen lehet, hogy veszélyes lehet szavazók tekintetében Magyar Péter mozgalma, de hát elnézést kérek, emelkedjünk már föl. Ne pártpolitikai szempontokat nézzük, ne azt nézzük, hogy most akkor éppen mi a 4-5%-ot emiatt érjük el, vagy nem érjük el. Nézzük azt, hogy ezt a rendszert segít megdönteni, vagy nem segít megdönteni. És én bízom benne, már most is bizonyítékként gondolom azt, hogy igen, Magyar Péter igenis segít. Nekem nem az a célom, hogy a Mindenki Magyarország a pártnak egy-két mandátummal több legyen, vagy egy-két szavazattal több legyen, egy-két százalékkal több legyen. Nekem az a célom, hogy Orbán Viktor rendszerét döntsük meg, és Magyarország legyen egy európai demokratikus jogállam. Ha Magyar Péter szerepvállalása most lelkesíti az embereket, és láthatóan lelkesíti, ez jó. Az, hogyha ő nagyon sok embert elhoz, persze az ellenzéki pártoktól, pártocskáktól is, igen. Ez az ára annak, hogy esetleg hát ha elhoz, hát ha felébreszt eddig Fideszre szavazó embereket is. Na ez a nagy jelentősége Magyar Péternek, és ehhez természetesen nem csak sok sikert kívánok neki, hanem ehhez minden támogatást is megadok. Bontsuk le ezt a rendszert, szűnjön meg ez a rendszer. Hát nyilván, amikor az ember konkrétumokat kezd megfogalmazni, onnantól kezdve már a mögötte lévő tábor is elkezd oszlani, elkezd töredezni. Ez várható Magyar Péter esetében is. Szerinte egy választáson legyőzhető Orbán Viktor, hogy az ellenzék tud győzni egy választáson, és úgy gondolja, hogy kétharmaddal kell lebontani ezeket, a parlamenti kétharmaddal kell lebontani a Fidesz kétharmadát, és ehhez ő össze fog fogni, vagy az első, vagy a második harmaddal. Na, Magyar Péter minél többet fog arról beszélni, hogy ő vagy
Gyurcsánnyal vagy Orbánnal össze fog fogni a másik ellen, annál kevesebben fogják támogatni. Tehát ez egy óhatatlan következménye lesz annak, hogyha ő nem csak arról fog beszélni, hogy ez a rendszer micsoda sötét bűnbanda, hanem arról is, hogy ő szerinte hogyan lehet ezt leváltani, és mit kellene csinálni utána. Vagy éppenséggel azzal se értek egyet, amikor ő azt gondolja, vagy mentegeti az Orbán kormánynak a Putyinnal való üzletelését, abban nem értünk egyet. Én azt gondolom, hogy Magyarország valójában semmi hasznot nem realizált eddig ebből a nagyszerű orosz kapcsolatból, ebből csak Orbán Viktor bűnbandája tudott sok pénzt ellopni. No, de hát ezek azok a részletkérdések, ami kevésbé fontosak, mint az az alapvető állítás, amit Hatházi Ákos is kritizált, le lehet-e váltani választáson a Fideszt, vagy nem? Hatházi Ákos azt mondja, hogy ez egy közkeletű tévedés vagy hazugság, és hogy az egyik legfontosabb dolog tisztázni, hogy itt nem lesznek demokratikus választások, ne arra készüljünk, a mai ellenzéknek nem ellenzékként, hanem ellenállásként kell viselkednie. Nekünk ugyanis csak akkor van esélyünk választáson legyőzni a Fideszt, hogyha rá tudjuk venni előtte, hogy föladja a pozícióit, hogy megváltoztassuk az alkotmányt, megváltoztassuk a választási törvényt, és megváltoztassuk a média viszonyokat. Nekünk tehát rendszert kell váltani, mielőtt még kormányt tudnánk váltani egy választáson. Szóval ezek nagyon fontos kérdések. Hatházi Ákosnak igaza van, és én mégis összességében hadd mondjam azt, hogy Magyar Péter egy óriási ajándék nekünk ellenzékieknek, és egy óriási ajándék a hazának, és egy óriási kockázat a Fidesznek. Lehet, hogy ellenzéki szavazókat is viszel az ellenzéki pártoktól, de remélhetőleg fölébreszti a fideszeseket, és anélkül nem lehet legyőzni Orbánt. Ha majd minden ember fölébred, ha majd átfordul az ország, és át fog fordulni, ahogy 88-ról 90-re átfordult, ahogy Ceausescu-nál egy éhező tömeg átfordult egy fújuló tömegbe, és megbukott Ceausescu, Magyar Péter segít bennünket abban, hogy az eddig Fidesz támogatók is kiábránduljanak, és fölháborodjanak, és Orbán Viktor ellen forduljanak, és segítsenek nekünk, a kiábrándult fideszesek, lebontani Orbán bűzös rendszerét. Kissé olybá tűnik, mintha a Fidesz lemondott volna Budapestről, vagy zavar lenne az erőtérben. Az előbb említett Ungár Péter által támogatott Vitézi Dávid továbbra is úgy tűnik, hogy indulni fog a budapesti főpolgármester választáson, de a Fidesz saját jelöltjét jelentett be Szentkirályi Alexandra személyében. Nem tudni, hogy jó vagy rossz jelölt Szentkirályi Alexandra, én azt gondolnám egyébként, hogy jó jelölt, de az biztos, hogy Vitézi Dávid és Szentkirályi Alexandra közös indulása segíteni fog Karácsony Gergelynek megtartani Budapestet. Tehát ilyen értelemben a Fidesz minthogyha lemondott volna Budapestről. Valami hasonlót érzékelünk egyébként Hódmezővásárhelyen is. Itt is úgy látjuk, hogy Walterné Böngyik Terézia, fideszes hölgy jelölt, ő lesz valószínűleg, aki nem csak a március 14-i beszédét mondta a Fidesznek. Nos, tehát Walterné Böngyik Terézia lesz, úgy látszik, a Fidesz hivatalos jelöltje, de van egy másik fideszes is, akit az ellenzéki árulók építenek föl. Hódmezővásárhelyen dr. Kovács Pálnak hívják, aki 20 éven keresztül, de mind a mai napig csak Lázár Jánoshoz és a Fideszhez köthető állást töltött be, akit csak a Fidesz nevezett ki pozícióba Vásárhelyen, én például soha. A Fidesz fizetett hirdetésben erősködik, hogy Kovács Pál ellenzéki, illetve baloldali. Ez is egy olyan vicc, soha nem volt ellenzéki, soha nem volt baloldali, semmilyen megnyilvánulása nem volt Kovács Pálnak még életéve. Lázár Jánoshoz járt raportra, még akkor is, amikor már én voltam a polgármester, Rázártól kapta az utasításait, tehát ez egy full fideszes ember, mindig is az volt, és most megpróbálja a fideszes sajtóit ellenzékiként eladni. Hát ugye ki az, aki ezt beveszi? A másik, hogy itt vannak az ellenzéki árulók, akik most pártemberek, tehát ők nem a harmadik, a második harmad. A Jobbik, a DK, az MSZP emberei, azok a második harmadhoz tartoznak. A harmadik harmad, az ugye, hát akár kiábrándult fideszesnek is nevezhetném magunkat, de civilek vagyunk mi itt Hódmezővásárhelyen, és ezzel szemben ott vannak a óbaloldali pártok, illetve a Jobbiknak a volt vezetője, akik egy kört alkotnak azzal a volt jegyzőnkkel, aki szintén ezekkel az emberekkel együtt pert indított ellenem. Szóval minden esetre ezek az emberek most próbálnak egy fideszes embert fölépíteni, hát állellenzéki polgármester jelöltnek. A Fidesz meg kétségbe esetten próbál védekezni, hogy valójában ez az illető nem fideszes, ő baloldal. Mi a jó ebbe a Fidesznek? Az, hogyha az ellenzéktől visz el szavazatokat Kovács Pál, és nem a Fidesztől. Hát elég nehéz dolgok lesz, még egyszer mondom, Kovács Pált baloldalinak hazudni, hiszen Kovács Pálnak a bejelentkezése alatti kommentek között az egyik legkiemeltebb komment az volt, hogy hajrá Fidesz. Hát amikor ott a fideszesek támogatják, amikor volt most a héten egy vitánk Kovács Pállal, hát kicsit szégyellem, és tényleg sokan mondták, hogy kár leállni Kovács Pállal, aki a saját korrupcióban, illetve a
hogy mondjam, az korrupcióban rendkívül mélyen érintett önkormányzati cégeknek, hogy volt a vezetésében, volt, amikor első számú vezetője volt, volt, amikor pénzügyi vezetője volt. Az ebben betöltő szerepét próbálja tisztára mosni és bennünket kritizálni. Szóval erről szólt egy másfél órás beszélgetés. Ebben a formában tényleg nem sok értelme volt, de én már korábban megígértem neki, hogy én hajlandó vagyok vitázni. Nos, lehet ezt mentegetni, de azt kevésbé lehet megmagyarázni, hogy egy DK-s, MSZP-s, volt jobbikos ember miért egy olyan fideszes embert támogat, aki annak idején pénzügyi vezetőként arról se tudott gondoskodni az általa vezetett cégnél, hogy például legyen leltár. Én azt gondolom, hogy a vásárhelyi választási kampánynak a legizgalmasabb vonatkozásai között lesz az, hogy a fideszes Kovács Pál és a fideszes Walterné között hogyan oszlanak meg a fideszes szavazatok. Én remélem, hogy sem ellenzéki árulókra, sem volt fideszes emberekre, most is Lázár János közeli cégeinél dolgozó és onnan pénzt kapó emberekre, ellenzéki vagy olyan vásárhelyi, aki a tisztességes fejlődésben érdekelt, nem fog szavazni. Két fideszes jelölt közül majd a fideszesek eldöntik, hogy hova szavaznak. Aki azonban a korrupciómentes várost akarja, annak továbbra is mi vagyunk az egyetlen választási lehetőség, és én vállaltam is. Itt maradok Hódmezővásárhelyen, független attól, hogy milyen szereplése lesz a Mindenki Magyarország a Néppártnak az európai választáson, ahol kérem, hogy támogassák a Mindenki Magyarország a Néppártot, de ha engem megválasztanak Hódmezővásárhelyen ismét polgármesternek, én itt maradok Hódmezővásárhelyen, és tovább visszük a Szabadság városát. Szintén az előző két hétnek a botrányai között van Lázár János és Navracsics Tibornak a kormányon belüli cica harca, mondhatnám így, de véletlenül sem akarom Navracsics Tibor semmi módon degradálni, negatívan megítélni. Az, hogy Lázár János még őt is letámadta, az, hogy Lázár János fölháborodott azon, hogy van olyan miniszter, aki együttműködik minden településsel, pártállástól függetlenül, és rácáfol Lázárnak arra a hazugságára, hogy Hódmezővásárhely, amennyiben engem választ, akkor semmilyen együttműködésre nem számíthat a kormánytól. Természetesen számítunk és számíthatunk a kormány együttműködésére. Minden hónapban utalják a normatívákat, miért ne számítanánk az együttműködésre. Folyamatosan levezünk a kormányhivatallal, az államkincstárral, pályázatainkat bírálnak el. Igen, hátrányosan diszkriminálnak ellenünk, és ez ellen mindig tiltakozni fogunk, nem csak itt, de Brüsszelben is. De hát együttműködés, hogy ne lenne, hát mekkora hazugság ez Lázár János részéről. Ő minden esetre több millió forintos hirdetésekkel az általa vezetett médiumon keresztül letámadta Navracsics Tibort. Ez már annyira gusztustalan volt még a fideszesek számára is, hogy Rákai Filip, ez Lázár Jánosnak az egyik legszorosabb embere volt, akit nem csak azzal jutalmaztak, hogy papíron legalábbis ő volt a tulajdonosa, többségi tulajdonosa Lázár János rádiójának és hírportáljának, hanem még a ménes birtokba is bevették jól fizető igazgatósági állásba, ezzel volt kifizetve. Ő inkább lemondott mindenről, de semmiképpen nem akart Lázárral azonosulni a Navracsics elleni harcában. Ez azt mutatja, hogy Lázár János a Fideszen belül párja, kiközösített ember. Amikor már Rákai Filip még a jó pénzről is lemondva elfordult tőle, az mutatja, hogy ebben a Navracsics-Lázár küzdelemben a Fidesz Navracsics Tibor mellett van, és Lázár János mellett semmiképpen nem. De hát Rákai menekülésének volt még egy olyan érdekessége is, hogy sikerült lebuktatni egy strómant, sikerült bebizonyítani, hogy ő nem birtokolta valójában soha a Rádió Hetet és a Promenádot, hiszen akkor annak adta volna el, aki a legtöbb pénzt ajánl neki. Ő bejelentette, hogy el fogja adni ezt a tulajdon részét, de amikor mi jeleztük, hogy mi szeretnénk megvenni tőle, akkor ő jelezte, hát ő nem mondja, hát hogyan is adhatná el valamit, amit nem is az övé. Hát nyilván lebukott ez a stróman. Annyi köze volt Rákai Filipnek Lázár János rádiójához, mint Mészáros Lőrincnek Orbán Viktor vagyonához. Balogh Zoltánról, a még mindig református püspök aberrált gazemberről kiderült, hogy nem csak szabadon bocsájtatott Novák Katalinnal egy bűnöző fideszes politikus pedofilt, illetve annak a támogatóját, hanem az ő aberrációjára újabb bizonyíték egy videó felvétel, ami előkerült, ahol ez a szerencsétlen református püspök, református egyház szégyene, ez büszkén meséli el
az egyébként szintén aberrált módon a Hilton éttermébe elvitt szerencsétlen gyerekeket, ahol tengeri herkentyűkkel letették őket, amikor ők valószínűleg egy jó pörköltet vagy egy rántott húst nagyobb örömmel fogyasztottak volna, mint azokat a számukra teljesen élvezhetetlen egzotikus ételeket. Szóval miközben egy ilyen aberrált ötletet végrehajtott, ő büszkén mesélte el, hogy sötétbe beküldött egy sötét szobába gyerekeket, hogy koromba, lekvárba, meg fölfelé fordított drótkefébe lépjenek. Tehát ez az aberrált gyermekbántalmazó Bálog Zoltán, ez mind a mai napig a református egyháznak a püspöke. Csak azért, mert fideszes, csak azért, mert miniszter volt, csak azért, mert Orbán Viktor embere, azért már aberrált emberek kínoszhatnak gyerekeket, és református püspökök lehetnek. És hát, hogy kapcsoljam Hódmezővásárhelyhez ez a témát, ez a Bálog Zoltán volt az, aki Báncsabának azt a rablóhadjáratát is támogatta hazug levelével, amivel a Petőfi utcai 6-os játszóháznak kinézett, és ott már játszóházként működő épületünket próbálja ingyen elvenni Hódmezővásárhely közönségétől. Hát a jó hír az, hogy hát nem tudom, hogy Navracsics Tibornak ehhez köze volt, vagy nem, de a magyar kormány együttműködik Hódmezővásárhellyel, és nem az aberrált Báncsabának, a gyermekek ellen kampányoló Báncsabának, meg a Bálog Zoltán szövetségese református lelkész Báncsabának adott igazat, hanem az ő kérelmük ellenére mi, a Hódvár játszóházunk megkapta a kormány hivatalnak az engedélyét. De még egyszer, annyira fölháborító, hogy amikor oda költöztettük mi, keresztény szeretettel, jó szívvel, adtunk 7 termet ingyen, ugye beengedtük, a kisujjunkat ajánljuk az egész kezünkkel neki, tehát beengedtünk oda ugyanezt az iskolát, akkor Báncsabának nem volt kifogása ellene, hogy ugyanezen a helyen egy lőtér működött. A lőtér nem zavarta, a gyermekjátszóház az zavarja. Aberrált gazemberek, de nem fogjuk hagyni. Hódmezővásárhely, ha kell, aláírás gyűjt, népszavazás szervez, tüntetés szervez, de nem adjuk oda ezeknek az aberrált gazembereknek, akik leuralták a református közösségeket, akik gyermekeket bántalmaznak és gyermekek ellen politizálnak, nem fogjuk odaadni nekik a város vagyonát. Kettőről 4%-ra nőtt, vagy most is 0%-nál, esetleg 28%-os a Mindenki Magyarországa néppárt támogatottsága. Nos, a héten bemutattam egy olyan közvéleménykutatást, amelyet nagy mintán végeztünk Hódmezővásárhelyen, és ahogy említettem, nagy örömünkre Hódmezővásárhelyen a Mindenki Magyarországa néppárt támogatottsága 28%-os, ami természetesen relevánsabb kérdés, hogy hányan fognak önök majd a Mindenki Magyarországa néppártyára szavazni június 9-én az európai parlamenti választáson. Itt a különböző pártok által megrendelt, vagy különböző médiumok által megrendelt kutatások erősen szórnak. Van, aki 0%-ot mutat ki, a Republikon legutóbb, valaki pedig azt mutatja, hogy 2-ről 4%-ra nőtt a támogatottságunk, ez éppen a fideszes nézőpont volt. Én csak reménykedni tudok abban, hogy önök minél többen fognak bennünket támogatni, mivel egyedül a Mindenki Magyarországa néppártjának van esélye arra, hogy az Európai Néppártban képviselje Magyarországot, és a legerősebb európai pártcsaládban valóban érdemben tudjon tenni azért, hogy a korrupciót lebontsuk Magyarországon, hogy hatékony korrupcióellenes lépéseket tegyünk, hogy az magyar emberek egészségét tudjuk biztosítani, hogy legyen Magyarországon következménye a bűnözésnek többek között, ezt tudjuk elérni. Tehát ezeket a célokat a Mindenki Magyarország a néppárt tudja csak elérni, ezért kérem önöket, hogy támogassák a Mindenki Magyarország a néppártját. Kérjük, hogy segítsenek bennünket, hogy legyen Magyarországnak képviselete az Európai Néppártban, és ez ne a KDNP legyen, tudjunk segíteni Magyarország rendszerváltozásának az érdekében. Támogatásokat előre is köszönöm, további szép estét kívánok önöknek, és egy termékeny hetet, készüljünk mindannyian az európai parlamenti választásokra és az önkormányzati választásokra, amihez pedig a polgármesterek iskolája sorozatom igyekszett minden közösségnek, minden településen segíteni. További szép estét önöknek!